Az interneten is felvette a harcot a rendőrség a kábítószerkereskedőkkel. Az online térben zajló üzletkötésekről a Nemzeti Nyomozó Iroda speciális egységei gyűjtik az információkat, amiket aztán nemzetközi rendőri együttműködés keretében használnak fel. A magyar rendőrök az év eleje óta már több mint 200 kiló drogot foglaltak le. A Darkneten, vagyis az internet kereső programok elől elrejtett részén megrendelt és nemzetközi postai küldeményként Magyarországra érkezett kábítószert foglalt le a Nemzeti Nyomozó Iroda februárban. A több helyszínen egy időben végrehajtott rajtaütésben 3 dílert fogtak el. Az akció eredményeképpen a rendőrség több mint 30 ezer adag kábítószer fekete piacra kerülését akadályozta meg. Ha ezek a szerek kint vannak a piacon, akkor a vásárlók megtalálhatják őket, a vásárlók találkozhatnak vele, tehát veszélyben vannak. A rendőrség szerint a kábítószer dílerek számára soha nem indult még ilyen rosszul az új év, mint az idén. A legnagyobb ügyekben az idei évben mintegy 200 kg különböző szintetikus és más anyagokat is lefoglaltunk. Körülbelül 20 elkövető, 20 gyanúsított van ezekben az ügyekben, de várható az, hogy növekszik a számuk. Az elfogott dílerek között van egy 35 éves budapesti férfi és 31 éves élettársa is, akik több mint 3 éven keresztül árusították a kábítószert ebben a 7. kerületi társasházban. Bérelt lakásukban fél kiló amfetamint, valamint kokaint és marihuánát is lefoglaltak a rendőrök. Az ügyészség már vádat is emelt a pár ellen. A fővárosi főügyészség a férfival és a nővel szemben jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerkereskedelem büntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra, és velük szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt. A főügyészség emellett pénzbüntetés kiszabását és vagyonelkobzást is indítványozott. A férfi és a nő hasonlóan a szintén jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedő társaikhoz a BTK szerint akár életfogytig tartó fegyházbüntetést is kaphat.